A közelmúltban három topos beruházást is sikerült befejezni Tolnán, most pedig az egykori laktanya még egyetlen romos épülete is megújulhat. Játszóházat képzelt ide a város, meg is nyerte a kialakításához szükséges támogatást, de az első közbeszerzési kiírásra olyan ajánlatok érkeztek, amelyekre nem volt elég pénz. Ez a megismételt eljárásban is így történt, de már lényegesen kedvezőbb árakat adtak meg az építőipari cégek. Ugyan magasabb összegre kaptunk még a legolcsóbb ajánlattevőtől is ajánlatot, mint amennyi támogatási forrásunk, vagy támogatási forrás rendelkezésünkre áll, ám de most döntöttünk egyben arról is, hogy a legolcsóbb ajánlattevővel, illetve nem a legolcsóbb, a legelőnyösebb, összességében legelőnyösebb ajánlattevővel, aki egy siogárdi cég egyébként, és korábban is dolgoztunk már velük együtt. Tehát az az érdekes eset állt most fent, hogy nem ő adta ugyan árban a legjobb ajánlatot, de mégis annyi, 36 hónap pontosan annyi jótállást vállalt még, hogy összességében a közbeszerzési szakértő, aki egy ügyvédi iroda, és hát ez egy nagyon komoly eljárás, őt választották legelőnyösebb ajánlatért, tehát értelemszerűen nekünk vele kell majd szerződést kötnünk, és most döntöttünk arról is, hogy azt a lukat, ami a rendelkezésünkre álló forrás, illetve a legkedvezőbb ajánlat között van, ezt a mintegy 75 millió forintotra többlet támogatási igényt fogunk benyújtani. Kell ezt tenni azért, mert a pályázat beadásakor érvényes építőipari árak annyit emelkedtek, mire a támogatói döntés megszületett, hogy a projekt lebonyolítása már nem fér bele az akkori költségvetésbe. Ez szinte az összes önkormányzatnak gondot okozott az elmúlt időszakban. Az a jó hír, hogy az egyik pályázatunknál már meg is kaptuk a többlettámogatási igényt. Tehát én azt gondolom, hogyha valós számokkal alá tudjuk támasztani azt, hogy mi az, amitől, vagy mi az, ami az áremelkedést okozta, akkor a kormány jóvá hagyja ezt, és remélem, hogy a többi pályázatunknál is, amikre benyújtottunk többlettámogatási igényt, pozitív elbírálás alá fog esni, és meg fogjuk kapni ezeket a hiányzó összegeket. Annyira elszaladtak az építőanyagárak is, és a munkadíjak is. Tehát ugye én nem tudom pontosan, hogy miből adódik az áremelkedés, mert nekünk a vállalkozó egyben ad ajánlatot erre, de nagyon megszaladtak ezek, és azért tegyük azt hozzá, hogy ezek nem egy-két éves tervezés alap, hanem több évvel ezelőtt íródtak ezek a pályázatok. Nagyon későn született döntés, és mire meg tudott indulni az eljárás, addigra az egész országban mindenhol megindultak ezek a beruházások. Ez nyilván azt jelenti, hogy megugrott az igény a kivitelezők felé, és gyakorlatilag ők eldönthetik, hogy kinek mennyiért dolgoznak, csak hát mi a másik oldalon állunk, és nekünk nyilván közpénzből azokat a pályázatokat kell megvalósítani, projekteket, projektelemeket, amikre a támogatást kaptuk. Ugye sokszor birkózunk a pénzügyminisztériummal, meg az államkincstárral, de hát a siker a lényeg, és én azt gondolom, hogy nekünk ez a feladatunk, és az, hogy a tolnai embereket minél jobban kiszolgáljuk e tekintetbe is. A játszóháznak jövő nyárra kell elkészülnie. A képviselőtestület döntött arról is, hogy kiírják az idei értékvédelmi pályázatot. Az értékvédelmi pályázat már egy nagyon régi történet, tehát 2005-ben kezdődött, ha jól emlékszem, és bizonyos ingatlanokat, amik helyi védettség alatt, vagy olyan építészeti elemeket tartalmaznak, amik súlyos anyagi terhet jelentenek egyébként a felújítás, a renoválása a lakosoknak. Ehhez mi támogatást biztosítunk. Tehát most már jó néhány éve évi 1 millió forintot, esetenként 400.000 forint támogatást tudunk nyújtani egy-egy ingatlan tulajdonosának a felújításhoz. Ehhez kell egy elég komoly pályázati útmutatót és egy felhívás alapján kitölteni az adatlapot, de én azt gondolom, hogy ez nem egy sima pályázat, hiszen a cél az éppen az, és éppen azért adjuk a támogatást, hogy valóban megvalósuljon az érték védelme. A tolnaiak élnek a lehetőséggel, minden évben kihasználják a keretösszeget.